A két helyszínen majd 160 g kábítószer-gyanús fehérport, ismeretlen eredetű szintelen anyagot, valamint több százezer forint készpént és több mobiltelefont foglaltak le. A két elfogott férfit új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kábítószer kereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2016. augusztusától kábítószer terjesztettek. A bűnszövetségben folytatott tevékenység többi tagját, Kilenc főt, már 2017. januárjában eljárás alá vonta a Kecskeméti rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Mindkét férfit őrizetbe vették a nyomozók, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására.